Na, hello mindenki, Tiki volt, és ez itt a Plague Tale Innocence következő epizódja, és nagyon-nagyon félek, mert kezd erősen szorítani a határidőt. Gyerekek a világ ellen. Egy patkányokkal fertőzött világban, ahol egyedül a fény jelent menedéket, a mindent és mindenkit felfaló rágcsálók millióitól, egy csapat bátor gyerek felveszi a kesztyűt a túlélésért. Franciaországban egy titokzatos szervezet, az Inkvizíció is problémát okoz, akik látszólag csak mészárolják a lakosságot. Így történt ez hőseink, Amicia és Hugo szüleivel is. A Dörun család birtokán a gyerekeken kívül mindenkit megöltek, menekülésre kényszerítve a testvérpárt. Hugo egy ősi betegségben a makulában is szenved, amit eddig édesanyja kezelt, most azonban más segítség kell. Így találkoztunk Laurentiusszal, az alkemistával, aki utolsó perceiben tanítványát Lucas bízta meg a testvérek megsegítésével. A Chateau d'Ombrage felé véve az irányt, egy kalandos mentőakció során megismertük a tolvai ikreket, Arthur és Merit. Arthur hol létéről jelenleg nem tudunk, de a csapat többi része sikeresen elérte az egykoron alkemisták fellegváraként ismert, egyébként titokzatos módon patkánycsapdákkal jól ellátott a stét, a Chateau d'Ombrage. Hugo betegsége ugyanakkor egyre tovább terjed, és egyre erősebb fizikai tüneteket produkál, ahogy közeledik az első küszökhöz, legyen is az bármi. Lucas ugyanakkor tud egy könyvről, melyhez az utat valamiféle vörös rózsák jelzik, és egy közeli város egyetemén található. Amicia, az elszánt nővér bejutott az egyetemre, nem kevés katonát megölve útközben, és most már semmi nem állíthatja meg, hogy megtalálja azt a bizonyos könyvet. Tizedik epizód. A rózsák útján. Vagy az út, amit rózsák jelölnek. Az út, amit rózsák jelölnek, ez talán egy picit jobb. Tudva, hogy rózsákat kell követnünk ebben az epizódban. És még mindig nincsen itt a leányzó, akivel érkeztünk ebbe a városba. Viszont most kicsit össze kell szednem a gondolataimat, mivel csak így leültem, és jó, akkor most felveszek egy részt, vagy kettőt. És nem vagyok benne biztos teljesen, hogy mit is keresünk, de kezdenek visszatérni az emlékek, úgyhogy azt hiszem okésak leszünk. Ugye egy könyvet keresünk, ami majd segít az öcsénket meggyógyítani, elvileg. Vagy legalábbis gyógymódot, vagy egy valami megoldást találni a problémájára. A ajtó. Ki hitte volna. Szóval, nagyon szorít a határidő, elmúlt 20 akárhanyadika, nem tudom, egy hétvége van, ami 20-valahanyadika. Tehát gyakorlatilag 20 nap van hátra a következő rész Xbox Game Pass-es megjelenése előtt. És még csak a 10. epizód felvételénél járok, a megvágással még semmi nem történt gyakorlatilag. Az első 4-5 epizód van feltöltve a YouTube-ra. Úgyhogy valószínűleg a következő napok, következő estéket, azokat feszített tempójú videóvágással fogom tölteni. De ez nem baj, mert egyébként tökre élvezem. Ezt az ajtót előbb nem vettem észre. Szóval, hogy tökre élvezem. Így a játékot is, meg a videóvágást is. Hát itt valaki vagy nagyon mérges volt a kötelező olvasmányokra, és felgyújtotta az egész könyvtárat, amire nincsen rá utalójel, tehát hogy hamukupacok nincsenek, vagy valaki kiposztotta a helyet. De hogy miután kutattak, igazából azt is tudhatjuk, mivel hogy azokat kell követni. Nem effektíve rózsákat. Ugye a fő inkvizitor csaj is állítólag beteg, valamilyen betegsége van. Meg találkoztunk egy inkvizitor csávóval, aki úgy nézett ki, mint egy pap. És
ezekből a könyvekből akarta megtudni a használati módját egy különleges anyagnak. Annak a különleges. Igen, ennek a cuccnak, a Epizenguis használatáról is van itt valamilyen könyv, és itt nincsenek patkányok, ami tökre furcsa. Ugyanakkor tökre nem furcsa annak ismeretében, hogy az inkvizíció hordja magával a patkányokat. Hát te meghalsz. Maradjunk ennyiben. Mit sziszeksz? Nem tudom, beszéltem-e már róla, de talán az egyik előző epizódban említettem, hogy nincsen fűtés a lakásban. Nos, ez megváltozott, a mai napon kész a fűtés, és nagyon jó, hogy végre meleg van. De egyelőre úgy érzem, hogy a számítógép rásegítésére is lesz még szükség itt azért. Mert jelenleg lehet, hogy a legnagyobb hőmérsékletet a számítógép nem adja bele. Úgyhogy egy másik téma, ami mostanában foglalkoztatott, hogy vajon a következő epizódot fogja-e tudni futtatni a gép. És az a helyzet, hogy most már nem is annyira érdekel, hogy milyen minőségben futtatja, mert maximum felmelegszik. Innen hova kéne tovább menni? Nyilvánvalóan ott valahol fölfele vezetne az út, de hogy tudunk oda felkapaszkodódni? Hogyha ez egy értelmes szó. Nem az egyébként. Szokott lenni mindenféle ilyen kis madárszar-szerű nyom. Itt most éppen egy karikát láttam, úgyhogy valószínűleg ide kell hozni ezt a furikot, ahogy mifelénk mondják. Szóval igen, egy külön jó oldala ennek a videójátékos tartalom készítésnek, hogy mind a vágáskor, mind egyébként renderkor iszonyatos mennyiségű hőt tud leadni a számítógép. Render közben ilyen 90-95 fok körül pörög a processzor, ami először nagyon megijesztett, de utána később láttam, hogy ezek a fajta AMD procik, egy RX3, nem próbálom meg, úgyse fogok emlékezni, hogy milyen processzorom van, az a középkategóriás, sokak által használt gaming proci. Ezeknek a terhelés alatt normális a 90 fokos hőmérséklet. Aha, ez az Alchemist volt, aki az Epizenguist akarta használni. Oké, egy valamilyen piros színű könyvet keresünk. A kedvenc könyveim piros színűek mind. Nem vagyok benne 100%-ig biztos. De ha ezek itt mászkálódnak, meg keresgélnek, lehet, hogy mégis majd a gyilok gyönyörű eszközéhez kell forduljunk. Itt vannak piros könyvek. Ó, lehet, hogy nem kell rögtön megölnünk őt. Csak kirabolni. Jó, a következő forgást azt megvárjuk. Jó, ugye most vissza fog elvileg jönni ide. És legközelebb, amikor újra átmegy oda, akkor slisszanunk ki az ajtón.
Vagy nem indul el? Igen, ott van megint a rózsás banner. Aha, szóval ők sem nagyon bírják az alkemista dudét. A... és a Bastion... az elvileg... A Bastion az ők... Szóval a... elkezdem még egyszer, hát ha nem pofázik bele a leányzó. A... get out of there. Go. Maradj csöndben. A Bastion az inkvizíciónak a központja. Az... ott sem mennek az alkemisták közelébe. Ez hangzott el. Srácok! Come get me if you can! Ah, elég lett volna kővel. Gyere! Na? Hát igen, ez szomorú. Minden esetre nektek jó étvágyat, fiúk. Have fun, én pedig jönnék tovább. Ez nem tudom, hogy micsoda. De ebből nyerjük ki az Epizengvist. De hogy ez micsoda és terjed-e, miért terjed, ezt sem tudjuk. Egy újabb rejtély ebben a játékban, amire nincsen válasz. I haven't seen any roses for a while. Hope I haven't taken a wrong turn. Wrong turn? Nem volt... effektív nem volt lehetőség másmerre menni. Lett egy darab túlunk, ami azért jó, mert azt fel tudjuk használni itt elvileg egy upgrade-hez. Pocket ammo bag. Containers. Odorous és Luminosa. Én ezt fogom választani, mert ezzel voltak már problémák. Not bad. Not bad at all. Nem ezzel, igazából az ügyességemmel vannak problémák, ami egy elég gyakori előfordulás, így a videójátékok esetében. Már az, hogy én vagyok a béna. Te pedig egy halott csúnya dude vagy. Mi a véreres, bütykös, habos, darabos lónak a pöcse történik itt? Still no news. Of our young Hugo de Rune. Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, te se vagy szép. You open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. Csúnyán beszélt a bácsival, megütötték. You have no idea how I have suffered. Majd enyhítünk annak a szenvedésnek. For you. Nagyon össze van már szurkálva. The Empty Tank was
erősen függő a srác. Gyerekek, a drog rossz. Látjátok, ilyen csúnya, gonosz öreg embereket csinálnak belőletek a drogok. What is your name, boy? Meg lesz erőszakolva. Tuti meg fogja erőszakolni. Roderick. Megölik, és aztán erőszakolja meg. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take him. És azt mondta az öreg ember, nem akarom, hogy idő előtt lejárjon. Nem az, hogy meghalljon, lejárjon. Patrick, looks like we both have problems. That is biztos. How long can the Episanguis contain the bite? As long as his fate allows. Ó, hogy az Episanguis alkalmas a harapás tüneteit, tehát gyakorlatilag a pestist semlegesíteni. Szóval, hogy az öreg embert akkor valószínűleg megharapták. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Adignem, ad lucem. Oh, well said. És valamiért kell Hugo is. Illetve az ajtót azt egy Smithnek a fiával akarják nyitni. A lakatos fia. Ifjabb lakatos. Kéne, hogy kinyisson valami ajtót, ami mögött egy bizonyos könyv található. És ez megint felvet egy kérdést egyébként. Nem az, hogy a lakatos gyerek, hanem effektív ők a vírus ellen, a pestis ellen harcolnak. Ami láttuk, hogy mekkora óriási problémákat okoz ebben a világban, hogy rengeteg-rengeteg patkány van. Nem lehetséges, hogy ez egy jó cél? Legyőzni a pestist? Ó! Ötletes ötlet pattant ki fejemből. To work. You ruined them. What's that noise? Heavy armor. Oh, there has to be a way. Over there. Hello. Szóval az úgy volt. Double kill. Triple kill. Szóval az úgy volt, hogy mindegy, aludjatok gyerekek. Nem tudom már, hogy volt. Régen volt, igaz se volt. Ez viszont MVP, ahogy három darab heavy armor, pajzsos faszkalapot legyőztünk, ez MVP. I don't know who you are, but thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guards! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Oh, wow. Another library. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. So the Sanguis Itinera has to be here. All I know is it has a red cover. Szerintem itt... Up there. Roses, that must be it. I'll have to climb up. Itt szerintem nagyon sok piros borítású könyv van. Could you help me with this? Yeah. Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Easy.
Help me with this, will you? All right, all right. Most egészen pontosan mi is történt? Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. Szóval, hogy ezek a polcok mozognak. De hol megyek föl először? Bármelyikre is. That's it. Nearly there. Let's go. We've been here too long. És itt vagyunk. Egy könyvnél, aminek a borítóján van piros, bár nem az egész borító az. Got it. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Hát itt vannak any second. Most definitely itt vannak. A fő inkvizitorral együtt ráadásul. I know you. Amicia de Rune. Amicia de Rune. De honnan ismersz? I've been watching your family for quite some time now. Jó, ez a old dude, ez nagyon-nagyon creepy. Your brother's blood to finish its slumber. You could say I have watched you grow up. Egyre inkább creepy. No. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the world, Amicia. Come on, this way! Guards! You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other well. He destroyed my life. I know what that's like. Szóval, hogy figyelte, ahogy felnövünk. Az egész családunkat figyelte, majd kiirtotta. A kisöcsénkre pályázik. Ready? It's gonna be hell out there. Ami iszonyatosan creepy, és valószínűleg ő egy nagyon-nagyon gonosz, rossz dudebró. De meg akarja menteni a világot a vírustól. Annyira gonosz lehet? Vagy csak azt hazudja, hogy meg akarja védeni. We've certainly stirred them up. Quiet! I can't risk losing this book. How did it get so bad so quickly? Heavy armor. We're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Le tudja jutni hátulról? Roderick, abban a pillanatban is le hátulról. That's for my father. Wow. Do you do that a lot? No, but I'm starting to like it. Sokszor csinálsz ilyet? Ah, nem. Sokszor törött ki gonosz emberek nyakát? You stay here, I'll go and see how they're doing. So let me know what the hell's going on. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called extinguis. It puts flames out. I was going to save it for later, but... Van ignifer, de van extinguisis is. Just need to aim at the fire. Ami elméletileg azt csinálja, hogy kioltjuk fel a tüzet, őt pedig megetik az egerek. Ez egy nagyon hasznos kis eszköz lesz, ha jól gondolom ebben a pálya részben.
Na jó, nem fogok vele szórakozni. Ezerszer ott volt a Q betű, hogy leüthetné. Ezerszer. Haszontalan vagy, Smith boy. Rossz lakatos. Mi pedig most fogjuk magunkat és bemegyünk a... Nem megyünk be a tűzbe, mert van nálunk extinguish. Nincs nálunk extinguish. Akkor csak simán bemegyünk a tűzbe. Yes. Take a deep breath. It's already hot. What a bloody mess. Oh, what? What are we going to do? Follow me and look after your book. They're here. Don't worry about them. Oh Lord! I need a hand here. Huh? Come on, come on! Gyerünk, gyerünk! És követnek, pedig azt mondták, hogy ne kövessenek. It's burning behind here. Stay out of the way. What are you doing? Opening it. Roderick, are you alright? Run! We're nearly there. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb ötlet volt, hogy ide bejöjjünk. De végül is jól sült el. Ó, viszont az egész könyvtár, az egész University lángokban áll. De hogy kezdődött ez az egész? Ki gyújtotta fel? Valószínűleg erre a következő epizódban fogunk választ kapni. Ha egyáltalán választ fogunk kapni. Viszont ezzel elérkeztünk ennek a videónak a végéhez. Ez is viszonylag hosszúra nyúlt, de se baj, ez van igazából. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek is, hogyha van kedvetek, illetve iratkozzatok fel a csatornára további tartalmakért, ha megnyomjátok a kis harangot, állítólag attól fényesebben süt majd a nap, amire valljuk be, hogy mostanában lesz szükségünk. Illetve további tartalmakért pedig nézzetek szét a csatornán. Van egy pár gameplay végigjátszás, játékajánló, úgyhogy lesznek mindenféle tartalmak, nézzetek körül. Nyomkodjatok össze-vissza mindenféle gombokat, vannak linkek a leírásban, meg minden ilyesmi. Mi pedig találkozunk egy következő epizódban, az outrókat mindig rövidebbre kell vennem. Sziasztok!